Na, kamerát levettem róla, mivel csak ez egy tesztrepülés. GPS ready, zöld. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy repülhetünk. Még azt is meg kell nézni, hogy a távirányítónak hány GPS jele van. 12 holdat lát, ez tökéletesen elég az, hogy visszajön. Akkumulátor maximálisan fel van töltve. Jóbajelzés nincs, mehet a felszállás. Úgy szoktam, hogy ezt a sebességválasztót teljes sebességre teszem, beindítom a rotorokat. És a bal kart felfelé tolva, elindulunk felfelé. Hagyni szoktam lebegni egy picikét a gépet. Ha bármi gond van, az még ilyenkor kiderül. És inkább innen essen le, mint 30 méter magasból. Úgy látom, semmi probléma nincsen. A repülési módunk az az angle mód, azaz mindig a gép irányához képest, amerre az eleje mutat, úgy van a vezérlésünk is. Elfordítom szépen. Följebb megyünk. És most elindulunk előre. Megállunk, gép megáll, elindulunk vissza. Megállunk. Gép szépen stabilizálja magát, ott jön egy helikopter is. Mindjárt megnézzük, hogy ki a gyorsabb, mi vagy a helikopter. Elindulunk balra, megállunk. Elindulunk jobbra, megállunk. Gép tökéletesen tartja a GPS pozícióját. A hátulján, nem tudom mennyire látszik a videón, lilán világít a LED. Ez azt jelenti, hogy minden GPS holdat lát, azaz GPS logban van, és tudja tartani a pozícióját. Akkor is, ha arrébb húzzuk kézzel, repüljünk el egy kört. Szépen repülök vele egy 8-ast. Vissza. Hát inkább 88-as lett, de a lényeg az, hogy a gép tökéletesen működőképes. Úgy jött vissza hozzánk, ez a masina. Hibás, felszállás után neki ment a fának. Hát ez nem ment neki semminek, tökéletesen repül. Forgatom körbe, jobbra, balra. És most szépen leszállunk vele. Direkt rángatom így, fejtő üzem szerint. Leszállásért, én ilyenbe szoktam leszállni, én ferde talajon nem szeretek leszállni földre. Beteszem a leglassabb üzemmódba. Kézzel leszállok. Úgy fogom csinálni, hogy leengedem a gépet egészen a kezemig, megfogom a lábait, majd hosszan nyomva tartom a pirosat, és akkor a rotorokat leállítja. Na, ezért nem szállunk le készbe, úgyhogy nem figyelünk. Kicsit beszartam. Bocsánat, ezt majd kivágjuk, leállíthatod.